Annyit küzdöttem azért, hogy valamilyen szinten az önazonosságot tudjam én is képviselni. Egy koncerten találkoztunk, kb. 4 éve? 5. Nyilván ismertem az Ibolyát már nagyon régóta, és egyébként az én keresztapámnak a kedvenc énekesnője volt, aki nekem egy nagyon-nagyon fontos ember volt az életemben, mint a második apám olyan volt. Sajnos már nem él. És amikor megkeresett az Ibolya ezzel a felkéréssel, akkor én nagyon-nagyon boldog voltam. Egyből az jutott eszembe, hogy úristen, most a keresztapám milyen büszke lenne, hogy az Ibolyával fogok énekelni. Azt gondolom, hogy az Ibolya egy nagyon tudatos, önazonos művész. Amit hallani belőle, meg látni róla, az ő. És ez nekem annyira tetszik, hogy ő mindenféle sallang nélkül saját magát adja. És emlékszem, hogy én is annyit küzdöttem azért, hogy valamilyen szinten az önazonosságot tudjam én is képviselni. Én ismertem a Giginek a munkásságát, nekem mindig is nagyon tetszett, amit csinál, szerintem nagyon sokoldalú előadó művész, ami még nagyon tetszik, hogy minden stílusban kipróbálja magát. Én azt gondolom, akkor vál valaki igazán jó előadó művészé, ha minden stílusban otthon tud lenni. Meg azért is esett a Gigire a választás, mert a két hang, a óriási különbség van a kettő között, és a dal az meg egy kicsit ilyen, nem is funky, de egy másabb stílus, és az én hangom az úgy egy kicsit úgy elsüllyed benne, tehát valami színes dolgot szerettem volna. A dalban van egy olyan lehetőség, hogy debütáljon az ember a saját lemezével, ahol tudja promózni. Nyilván mindig megtiszteltetésnek éltem meg, hogy ott lehetek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség minden előadó számára, akár azoknak, akik most kezdik a pályafutásukat, és éreznek magukban annyit, hogy elinduljanak egy ilyenen, de akár azoknak, akik már szakmabeliek, mert hogy itt meg tudjuk magunkat mutatni olyan dalokkal, amik mi vagyunk, amikben hiszünk, és hát az a legjobb, hogy itt a közönség eldöntheti, hogy mennyire tetszik ez az egész.